képlet nagyon egyszerű. Figyelsz? Az életünkben adódó lehetőségek az szerint szűkülnek vagy bővülnek, hogy mennyire merünk kockáztatni, hogy mennyire merünk új dolgokba belevágni és tanulni új helyzetekben. Menjünk, mert Siri vár. Mehetsz. Sziasztok, én Szántó Péter vagyok, és a csatornám életében először napi vlogolok, ugyanis pár hét múlva megjelenik egy gyerekkori álmom, konkrétan a HVG kiadásában egy könyvem, ami az én márkáról, hatékonyságnövelésről fog szólni, és rengeteg lifehack lesz benne. Ennek kapcsán csináltam egy képzést is. A könyv már előrendelhető, a képzésre lehet jelentkezni, link a leírásban, és mindegyik fejezetéről fogok csinálni egy napi vlogot. Ez is az. A mai az arról fog szólni, hogy kockáztass és bukj előre. Minden vlogomat amúgy egy gondolattal, idézettel kezdem. A mai Michael Jordantől származik, aki azt mondta, hogy újra és újra elkövettem hibákat, és éppen ezért tudtam sikeressé válni. Jöjjön az intro, kezdjük el a vlogot! Hívd fel a nagyszüleidet, vagy idősebb embereket, akiket ismersz, és kérdezd meg, hogy az ő életükben milyen nehézségek voltak, hogy álltak az előttük lévő úthoz, hogyan élték meg. Szerintem, ahogy hallgatni fogod őket, belül rá fogsz jönni, hogy a mai kor a legalkalmasabb arra, a legjobb, hogy kipróbáljuk magunkat dolgokban. És nem csak arra, hogy minél több mindenbe kipróbáljuk magunkat, hanem arra is, hogy minél többször elbukjunk és merjünk elbukni, és ezáltal tapasztalásokat szerezni. Mi lesz szépen? Mehetsz átfutás? Ő Siri a kutyám, van is róla vlogom, hogyha érdekel, akkor nézd meg. Imádom, hogy tudja ezt a járdaszabályt. Most dolga van. Addig egy óriási baromságról szeretnék beszélni, ami főleg Magyarországon a köztudatban van, mégpedig arról, hogy hibázni nem szabad, hogy a kudarc az rossz dolog. Éppen ez az, ami korlátol minket, és nem merünk belevágni dolgokba. Csak gondoljunk bele Michael Jordan helyzetébe, hogy mennyi minden akadály volt az életében, akár most kijött a Last Dance című dokumentumfilm, ami kb. Az ő pályafutásáról szól, és el se képzelnénk, hogy mennyi akadálya volt, mennyi bukása volt, de mégis folyamatosan csinálta, próbálkozott, és ezáltal ment előre. És tényleg az első akadály, amit le kell küzdened a fejedben, az a kockáztatással való, vagy azzal szembeni félelmed. Gondold végig, hogy ha belevágsz valamibe, hogyha kockáztatsz, milyen tényleg helyreállíthatatlan következménye lesz. És a legtöbbször arra kell rájönnünk, hogy semmi helyreállíthatatlan, olyan óriási veszteség nem ér minket, csupán ez a fejünkben van. Pont Mark Twainnek az idézete, hogy azt mondta, hogy ő már egy idős ember, és rengetegszer aggódott az életében, rengeteg félelme volt, de az legtöbbször csak a fejébe született meg, és a valóságban annak nem is volt valószínűsége. Gondolkodj el ezen, hogyha belevágsz, akkor tényleg nem állítható-e vissza, hiszen hogyha ez átütődik a fejünkben, akkor rengeteg mindennel szemben máshogy fogunk gondolkozni, és rengeteg mindenhez másként tudunk majd állni. Most elmegyek kávézni, és onnan kifejtem egy kicsit bővebben ezt a gondolatot. Meg kell változtatnod a hozzáállásod. A kudarc nem egy rossz dolog, hanem kb. Hogyha a sikernek vannak ilyen építő elemei, építő kockái, akkor ez a legfélreértelmezettebb eleme, mert egyszerűen szükség van rá. Sőt, minél többször engedjük meg magunknak, hogy hibázzunk, annál jobban fejlődünk. Nem hiszel nekem? Mutass nekem egy olyan sikeres embert, aki sosem bukott el, akinek sosem volt kudarca. Nyugodtan gondolkozz, várok. Na, találtál egyet? Pontosan erről van szó.
ellenben számtalan olyan sikertelen embert lehet mutatni, akinek egy kudarca sem volt, mert sosem próbálta meg. Nem az a lényeg, hogy hányszor bukunk el, hanem hogy egyel többször álljunk fel. Na most sztorizzunk egy kicsit. Kudarcot sokszor a hátránnyal párosítják, hogy ezáltal egy rosszabb helyzetbe kerülünk, de induljunk el onnan, hogy hogyan lehet egy hátrányos helyzetből előnyt kovácsolni. Mondok is egy sztorit Michael Jordanról, ugye, aki ez a vlog elejé idézet köthető. Ha nem vagy annyira benne az NBA-be, vagy valamiért nem lenne ismerős, akkor Michael Jordanre mondják, hogy feltehetőleg ő a valaha élt legjobb NBA kosaras, ha nem az egyik legjobb sportoló a világon. Hatszoros győztes, többszörös olimpiai bajnok, rengeteg statisztika mai napig az ő nevéhez fűzhető, hogy ő az első benne. És mégis ugye azt mondta, hogy rengeteg kudarca volt, és épp ezért lett sikeres. Erre van egy Nike hirdetés, de beteszek belőle pár képet, és mondom, hogy mi az, amit ő elmondott. Több mint 9000 dobást rontottam el, közel 300 meccset vesztettem el. 26 alkalommal hagytam ki a rám bízott döntő dobást. Ő csak tette a dolgát, hibázott, újra meg újra, és éppen ezért lett sikeres. Persze senki sem szeret veszteni, és ez nem azt jelenti, hogy mi vesztesek vagyunk, és veszteni is akarjunk, sőt, mindent meg kell tenni annak az érdekében, hogy fel legyünk készülve, és el tudjuk kerülni a kudarcot. De amikor jön, le kell vonni a tanulságot, és nem szabad túl sokat kattogni rajta. Richard Branson például mindig ugyanazzal a kérdéssel kezdi, amikor egy új projekt van a látómezején, a horizonton, hogy milyen hátulütők lehetnek, végigveszi ezeket, és hogy miket tud ő megtenni annak az érdekében, hogy elkerülje ezeket. Pontosan ezt csinálta, amikor a Virgin Atlanticot, illetve Virgin Airlines, ugye az ő repülőgép társaságát megalapította, egy teljesen életben adódott probléma vagy kudarcból származott, Puerto Ricóba szeretett volna menni, és a járatát törölték, de ő nagyon el akart jutni, és így gondolkozott, hogy mit lehet csinálni, és ott a reptéren talált egy charter szolgáltató társaságot, akiktől ki tudott bérelni egy chartergépet, és azt mondta, hogy jó, ő azt kéri, egy irányba el szeretne menni vele Puerto Ricóba, de nyilván nem akarta az egész költséget ő kifizetni, fogott egy papírtáblát, és ráírta, hogy Puerto Rico egyirányú járat, ennyi dollárba kerül. És mert tudta, hogy a gép amúgy, amit töröltek, tele volt, ezért csak körbe kellett menni az embereknél, az emberek körül, és pikpak megtelt a gép, és így eljutott Puerto Ricóba, és rájött, hogy hoppá, lehet, hogy van valamilyen üzleti lehetőség a magában, ugye a légitársaság, vagy a légi közlekedési iparágában, és ahogy szokták mondani, a többi már történelem, és ugye meg is alakult a Virgin Airlines. Pedig az egész egy alul elsült helyzetből jött, de ő megkereste benne a benne rejlő lehetőséget. Most visszasétálok, mert lesz egy másik meetingem. Közben azért egy gondolatot még megosztok, hogyha eddig a pontig sem jutottál addig, hogy meggyőzzelek arról, hogy a kudarc az igenis jó. Valami csoda folytán még mindig nem lennél meggyőzve arról, hogy a kudarcok az életünk szerves részei, és igazából nem is dönthetünk arról, hogy lesz-e kudarcunk, vagy nem. Tehát ezt el kell fogadnunk, ez egy konstans dolog, ezzel kell tudni együtt élni. Mondok nektek egy hivatást. A tudósok. Gondoljunk bele, az egész életüket a kísérletezésnek szentelik, és jóval többször tévednek, mint hogy igazuk van. De mennek tovább, egészen addig, amíg el nem érik a céljaikat. Vegyük csak Edisont. Talán hallottad a sztorit, ugye, hogy a villanykörtét, amikor feltalálta, akkor rengeteget hibázott, kudarca volt, és erről van is egy ilyen fél mendemonda idézet, amit ugye hozzá kötnek, hogy amikor mondták, hogy de hát folyamatosan csak kudarcaid voltak, és mondta, hogy dehogy is. Ő neki nem volt 1000 kudarca, hogy nem működött a villanykörte, hanem felfedezett 1000 módját annak, hogy nem működik, tehát kb. Sikeres volt, hiszen azzal, hogy rájött, hogy ezzel nem működik,
közelebb került a céljához. Siri most nagyon játszik, és megyek, mert ugye el fogok késni a meetingemről. Közben hazaértem, és Covid utáni időszakban nagyon sok meeting inkább online van, úgyhogy gyorsan megcsináltunk egy call, Zoom-mal, nem sokkal praktikusabb volt, nem kellett hova menni, viszont ez a vlog kapcsán azt jelenti, hogy itthon így ülve fogom befejezni és elmesélni nektek. Az utolsó sztori az hozzám köthető, hogy lehet-e a kudarc egy siker? És az egyik vakancslistás álmom valósult meg, amikor a TEDxYouth-on előadhattam, és pontosan ez volt a címe az előadásnak, hogy sikeres kudarcok. Néhány olyan példát hoztam az életemből, amit akkor, amikor történt, borzasztó szarul éltem meg, viszont utólag visszatekintve pedig a legjobb dolog, ami történhetett velem. Ilyen volt például, amikor nem kerültem be az egyetemi államszakomra, én a Corvinusra jelentkeztem, akkor még kb. Az összes gazdasági képzés egy közgazdás szakom volt, 800 ember, én oda jelentkeztem, sehova máshova is nem vettek fel. És mindez azért, mert annak ellenére, hogy a matek felvételim szinte max pontos lett, sőt igazából max pontos lett, mert a 100-ból 90 lett, és az a 30-as skálán a régiben 30. Mindegy, nagyon jó lett. Ehhez képest a matek érettségim meg 3-as, és tudtam, hogy szivat a tanárom, és ez úgy éreztem, hogy összeesküdtek ellenem, vége van a világnak, nem tudom, hogy mi lesz, és annak ellenére, hogy ez egy szivatás volt, és azt hitték, hogy keresztbe tesznek nekem, sőt, én is úgy éltem meg, visszatekintve csak is hálával tartozok. Ugyanis, hogyha a közgazdászakra kerülök be, akkor lett volna módszertani szigorlatom, kellett volna olyan nagyon durva matek tárgyakat tanulnom, mint lineáris algebra, operációkutatás, és azért annyira nem vagyok jó matekból, valamint lett volna számvitel szigorlatom. Na most a számvitel, eleve 4,5 évig kell tanulni a közgazdászakon, és utána a szigorlat, és olyan arcok, akik brutál jó, brutál okosak, és buknak meg rajta, hát én nem tudom, hogy mentem volna át rajta. Plusz, szerintem ennek köszönhetem azt, hogy kijutottam Amerikába, ami ugyanúgy egy gyerekkori álmom, ugyanis a társadalomtudományi karról, ahova aztán bejutottam pótfelvételén, sokkal könnyebb volt jelentkezni Amerikába, mint amúgy a közgazdászakról lehetett volna. De mindezt akkor még ugye nem tudtam. Mit tudhattam volna én 17 évesen? A pontokat csak és utólag lehet összekötni, úgyhogy ha vagy egy rossz helyzetbe, nyelj egy nagyot, mondd azt, hogy most ebben a pillanatban még nem tudhatom, hogy mi miért történik, menni kell előre, és nézzük meg, hogy milyen lehetőséget tartogat nekem ez az adott helyzet, majd pedig utólag összekötjük a pontokat. Most beszélünk a lifehack-ekről. Kicsit perspektívát váltok, hogy legalább ennyi dinamizmus legyen a vlogba, szóval lifehack-ek. Az első és a legfontosabb, hogyha egyetlen tippet adhatok át, bukj el minél többször. Amíg nincs mit vesztened, ez főleg ugye a 20-as éveinkben igaz, vagy 30-as évek elejében, amíg nincsen két-három gyereked, nincs családod, merj elbukni, hiszen nem kockáztat semmit, csak azt, hogy nem szerzel tapasztalatot. Szóval bukj el, ahányszor csak tudsz. Második hack, hogy keresd a minőségi visszajelzéseket. Ne tanácsokat, hiszen az a legolcsóbb dolog, hanem olyan építő kritikákat, amik valóban egy hiányosságodat, vagy valamilyen negatív skilledet, viselkedésedet mutatja be, de mégis rá tudsz jönni, hogy ezen te miként szeretnél változtatni, és hogy tudnál fejlődni. Néha csinálj egy óriási örültséget. Akár ez lehet egy olyan havi bakancslista is, hogy kitűzöl valami számodra rémisztő dolgot, akár a magánéletedbe, akár a karrieredbe, és ezt mindig megcsinálod, és ezzel bővíted a komfortzónádat, a tapasztalataidat. Az utolsó, ez amúgy a könyvben egy külön oldalon lesz, angolul az a mondás, hogy this too shall pass, elmúlik ez is. Ez ugyanannyira elszomorító, mint amennyire felemelő, de elmúlik.
Ebbe a vlogba ennyi fért bele, hogyha itt vagy még és most találkoztunk először és tetszett, akkor kérlek iratkozz fel, nyomd meg a like gombot is, illetve a csengőt, és küldd el valakinek, akinek érdekes lehet ez a tartalom. Sőt, hogyha olyan meggyőző voltam, hogy mondjuk a könyvet megvennéd, link a leírásba, be tudsz iratkozni az online kurzusokba, és azok is készen vannak, minden ott van a linkben, valamint Instagramon is, hogyha van kedved, kövess be. Holnap találkozunk. Jó lesz a téma, félelem és megbánás. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál, köszi, hogy néztél, néztetek. Szia, sziasztok!